Ahogy miniszterelnök is fogalmazott, a Fidesz és a KDNP számára a legfontosabb kérdés a foglalkoztatás, illetve a bérek növelése és a felzárkóztatás. 2010 óta a segélyalapú Magyarország korszakának vége van, és egy olyan indult, egy olyan fejlődési pályára állt a magyar gazdaság, ezáltal a foglalkoztatás politika, illetve a bér növekedés, amely az elmúlt 50 évben, amelyre az elmúlt 50 évben nem volt példa. A balliberális kormányok idején nem volt más, mint segélyekre kárhoztatták a magyar polgárokat, ahelyett, hogy munkahelyeket teremtettek volna, ahelyett munkahelyeket szüntettek meg. Háromszorosára nőtt 2010-ig a munkanélküliség Magyarországon. A, százezreknek a minimumot sem adták meg, azt a lehetőséget, hogy tisztességes munkával, tisztességes jövedelemmel tudják eltartani a családjukat. Egész országrészek szakadtak le Magyarországon, százezrek tengődtek segélyen, és esélyük sem volt arra, hogy munkát tudjanak vállalni. Azt, aki dolgozott, azt pedig agyonadoztatták, ezáltal a Magyar munkavállalók nagy részét arra késztették, hogy valamilyen módon próbáljanak az adófizetés alól kibújni. Magas munkanélküliséggel, illetve a magas adókkal elszegényítették a magyar családokat és a magyar munkavállalókat. Nem gondoljuk, hogy ez a menet, ez az ütemterv, amit kidolgoztunk, és az a fejlődési pálya, amelyre Magyarország 2011 óta ráállt, az, illetve, bocsánat, azt gondoljuk, hogy az a fejlődési pálya, amire Magyarország 2011 óta ráállt, az esélyt ad arra, hogy valóban felzárkozzunk a nyugat-európai gazdaság fejlődés fejlettségéhez és a nyugat-európai bérek színvonalához. Ehhez azonban arra van szükségünk, hogy legalább évente 2%-kal a magyar gazdasági növekedés meghaladja az Európai Unió átlagát, hiszen csak így tudjuk tartós felzárkóztatási pályán tartani a magyar gazdaságot és a magyar állampolgárok életszínvonalát így tudjuk tartósan és stabilan növelni. A 2010 óta harmadára csökkentettük a munkanélküliek számát, több mint 800 ezerrel többen dolgoznak ma Magyarországon, mint korábban. Az adócsökkentéseknek, a gazdasági növekedésnek és a béremelési programoknak köszönhetően folyamatosan emelkednek a vérek, míg a baloldal kormányzása alatt 2002 és 2010 között a kiskeresítőek bérhátránya jelentős volt és folyamatosan romlott a nagyobb keresetőekhez képest, addig ez 2010 óta megváltozott. A minimálbér és a szakmunkás minimálbér most már több mint a duplájára nőtt Magyarországon, és évről évre az elmúlt éveket tekintve 10% körül, illetve a fölötti volt a bérnövekedés. 2019-et ha nézzük, akkor 2019 január és október között 10,9%-kal nőttek az átlagbérek Magyarországon, Ebből a versenyszférában dolgozóké 11,4%-kal emelkedett, a közszférában dolgozóké pedig 6,6%-kal nőtt. Ebből is látszik, hogy azt az ígéretet a kormány évről évre betartja, hogy amennyire lehet csökkentjük a közférában dolgozók létszámát, és a közférában dolgozók béremelése nem érje el a piaci szereplők a piaci munkavállalók béremelkedését vagy bérnövekedésének a szintjét. 82 hónapja nőnek folyamatosan a nettó átlagkeresettek Magyarországon, és azoknak a családpolitikai intézkedéseknek köszönhetően, amelyeket az elmúlt években, illetve az idei évben vezettünk be, a legmagasabb arányban a több gyerkét vagy több gyermekes családok bére nőtt Magyarországon. Ha megnézzük számokra lefordítva, akkor 2010 óta a három gyermeket nevelők családok átlagkeresete, az 108 kal nőtt, tehát több mint a duplájára emelkedett. A két gyermeket nevelőké is 94,5 kal nőtt, tehát közel megduplázódott. Az egy gyermeket nevelő családok átlagjövedelme pedig 85,6 kal nőtt. Tehát jól látható, hogy a társadalmon belül is a gyermeket vállalók és a gyermeket nevelők béremelkedése volt a legdinamikusabb és a legjelentősebb az elmúlt időszakban. Tehát azt gondoljuk, hogy szemben a gyurcsány és a bajnai kormányjal egyetlen és legfontosabb cél az, hogy mind a munka Vállalók számát, mind az átlagkereseteket folyamatosan növeljük Magyarországon. És erre a 2020-as év is jó kilátásokat ad, hiszen 2020-ban is várhatóan 3% fölött, 4% körül fog növekedni a magyar gazdaság, várhatóan tovább nő majd a foglalkoztatottak száma ugyanúgy, ahogy az előző évben is, és reményeink szerint a bérnövekedés is az elmúlt év szintjéhez képest 10% körül fog nőni ebben az esztendőben.